korábban beszélgettünk éppen a család év kapcsán annak idején, hogy az egyház milyen módon tudja leginkább a családok iránti tiszteletet, megbecsülést, bátorítást adni, és akkor merült föl, hogy jó lenne találni olyan hazai gyártót, hogy ezek az inkubátorok, amelyeket a egyes egyházmegyék ajándékoznának a illetékes kórháznak, azok mégis itthon készüljenek, itthon szervizelhetők legyenek, és így találta meg a Caritas vezetője azt a céget, akik végül is legyártották ezeket az inkubátorokat, illetve akikről meg tudtuk vásárolni. Püspöki konferenciának egyetlen szándéka volt ezzel, hogy egyrészt segítsük azokat a gyermekeket, családokat, ahol számukra sem kívánatos módon, de egy koraszülés vagy bármilyen másoknál fogva szükségessé vál az inkubátor használata, és bízunk benne, hogy ez valóban egy olyan segítés lehet, amellyel életet tudunk menteni, és nem utolsó soron még a családoknak is örömet tudunk szerezni, hiszen ha a gyermek életben marad, megfelelő gondozást kapva, az nyilvánvalóan számukra a legnagyobb meg. Isten üzenetét a Szentírásból. Olvasmány a kivonulás könyvéből. Miután Mózes megszületett, anyja féltette a fáraó haragjától, ezért eltitkolta őt a környezete elől. Amikor már lehetetlen volt tovább rejtegetni, papírusz kosarat készített neki, és bekente aszfalttal meg szurokkal. Beletette a kisgyereket, és elhelyezte a náp közé, közel a folyó partjához. A gyermek nővére a közelben maradt, hogy lássa, mi történik vele. Amikor a fáraó leánya lejött fürdeni a folyóhoz, kísérői közben a parton sétáltak, észrevette a kosarat a náp között, és oda küldte szolgálóját, hogy vegye ki. Amikor kibontotta, látta, hogy egy nyöszörgő gyermek van benne. Részvét ébredt benne iránta, és így szólt. Egy héber gyermek. A gyermek nővére a fáraó leányához indult.